Vegyünk ebből valamit, akkor tudjuk kipálni, de vagy meg... Beszéltük a forgatókönyvet, úgyhogy... Szevasztok, az a My Name is Pipi-t forgatjuk. Reggel 4 óta pörgünk. Az elmúlt fél évben rengeteg filmes projekten dolgoztam, és ezeknek YouTube-on semmi nyoma nem volt. A forgatások nagy részén készült ilyen behind the scenes, színfalak mögött jellegű anyag, amin keresztül kicsit bele tudtok kukkantani, hogy hogyan néz ki egy ilyen projekt, hogy épül föl, miket csinálunk. És ezeket akartam most egy videóba összegyűjteni, és mesélni nektek egy kicsit az én saját tapasztalataimról ezeken a projekteken keresztül. Nagyon sok reklámfilm és videóklip készült, úgyhogy kezdjük is egy videóklippel, amit Bécsben készítettünk. Ez a klipforgatás egyáltalán nem úgy alakult, ahogy azt mi elterveztük, viszont borzalmasan sok tapasztalattal járt. A forgatásra Dáviddal mentem, őt szerintem még nem ismeritek, egy fiatal, tehetséges és egy nagyon-nagyon alázatosan és lelkesen dolgozó srác, akivel tök jó együtt alkotni, és ez volt az első közös forgatásunk, ő hívott ki maga mellé, mint operatőr, és hát a történetünk Budapesten kezdődik. Hol vagy, Dávid? Mindjárt megyünk Bécsbe. Megyünk Bécsbe videóklipet forgatni, és elég izgatottan várjuk már most. És a gondok valahol itt kezdődtek. Egy teljesen evidens dolognak tűnik, hogyha egy forgatáson füstöt akarunk használni, és ez ugye a videóklipnél csomószor előfordul, akkor a helyszíneken előre ki kell kapcsoltatni az összes füstriasztót, füstérzékelőt, hogy ne legyen ebből gáz. Mi, na most, hogy annyira el voltunk varázsolva ettől a szállodaszobától és ettől az egész helyszíntől, hogy ez nekünk nem jutott eszünkbe, és nem csak nekünk, az egész stábnak, aminek elég keményen megittuk a levét. Igen, egyből elindult a riasztó, és megérkeztek a tűzoltók, ami azt jelenti, hogy 150 eurót ki kellett fizetni azért, hogy a tűzoltók kijöttek és igazából el is mentek, mert nem volt ugye tűz. Ezen felül kiraktak minket a szállodából, ahol nem tudtunk forgatni, és igen, ez lett volna a szállásunk aznap éjszakára, ahol emiatt nem tudtunk aludni. Úgyhogy így indult a forgatás, nem volt szállásunk és nem volt első helyszínünk, úgyhogy mentünk egy következő helyszínre, ahol... Nein, wir haben dieses Auto gefahren. Sie dürfen hier nicht herfahren mit Auto. Wir sind hier gefahren, weil... Igen, nem volt területi engedélyünk forgatásra, ezt nagyon-nagyon érdemes előre letisztázni, hogy ki mit intéz, mert azt mondták a srácok, akikkel forgattunk, hogy ők ezt elintézték. Viszont ez a klip nem volt egy ilyen hatalmas költségvetésű klip, nem volt külön erre ember, aki ezeket szervezi és összerakja. Úgyhogy végül egy parkolóba forgattunk le néhány jelenetet. Ez nagyon szar. Életem legszarabb videóklip forgatása. Botrányos! Kibasztak egy hotelban minket, és a rendőrök elkergettek egy helyszínről. Borzasztóan szétesett a csapat. Mitrin? Follow the camera? I want to turn it in the cop, it's like jumping, Nagyon-nagyon le voltunk törve, hogy akkor most így mi lesz, meg ebben az anyagból nem tudunk összerakni egy klipet. Két nap volt az egész forgatás, szóval abban reménykedtünk, hogy a következő nap egy kicsit produktívabb lesz. Hey! David! Hey, bro. Yeah? Sorry bro, now we are driving, now we are gone. Yeah. Bro, tomorrow, huh? Hey! Yes, tomorrow. Okay. Tomorrow! Yeah. Tomorrow. Sorry? I'm also tired, you know? Yeah, yes. Mio, Mio,
Így az egész napunkat keresztbe húzták. Hát mi elmentünk a srácokkal, mondták, hogy beülünk valahova kicsit iszogatni, meg chillezni. Ebből lett 3 és kb. 4 óra iszogatás, mert fáradtak vagyunk, és szeretnénk aludni, mert holnap dolgozunk. Küzdünk meg ez a dologgal. Ez a videoklip forgatás, ez egyáltalán nem úgy alakult, ahogy terveztük. Ugye nem volt szállásunk éjszakára, és az egyik rapper, akinek készítettük a klipet, ő felajánlotta, hogy aludjunk a lakásán, de végül hát nem volt nagyon más választásunk, úgyhogy elmentünk hozzá aludni. Most megyünk a srácnak a szállására. Igen, jó reggel. Ma még megyünk forgatni, viszont most csak egy kávét akarok inni. Most minden, amire nekem is szükségem van, egy kávé, valami jó kaja. Most megisszük ezt a kávét, eszünk valamit, és aztán megyünk föl valahova, ezek egy helye háztetőre. Yeah, csekkoljuk le. Mit fogunk most forgatni? Most fogjuk a klubjelenetet csinálni. Van csomó fényünk, és be fogjuk füstölni az egész teret. Jöhet a füst! Király lesz! Kurva jó. Maradj ott! Emeltleg ez a kocsi most sofőr nélkül be fog parkolni. Kíváncsian várjuk, hogy mi történik. Guys! Come on! Brains, no! Mi történik? This was crazy! This was close! Kész vagyunk! És végre! Végre sikeresen jártunk, és nem az volt, mint tegnap. Na hát akkor induljunk meg haza. A következő forgatás az életem eddigi legcsillesebb és legnyugisabb forgatása volt. Ide is Dáviddal mentem, és egy szállodának forgattunk image filmet. Hát itt van pár snitt így a forgatásról. Így gyűjtöd az inspirációt? Azért keményen megdolgozol a pénzért. Esküszöm, mindjárt megsajnálom. Igen, ez tud lenni annak a szépsége, amikor már szerzel egy kis rutint egy adott műfajban. Én nagyjából az elmúlt évben egy ilyen 20 szálda filmet készítettem el. Ezeknek így minden fázison átmentem nagyon-nagyon sokszor, és van egy úgymond egész stabil rutinom ebben. Úgyhogy volt időnk pihenni, és nagyon finomokat enni. Ide kerültünk, és egy hajót vezetek, amit még én sem tudok, hogy... Ez itt az operatőr hajó, előre fogunk forgatni egy vitorlást, és nem tudunk hajót vezetni. Hoppá! Bazd meg! Fordulj rá a hullámokra, úgy nem tud átforgatni. Ezt vetted a lábból. Látom. Próbáljuk visszahozni a fejre egyensúlyt, mert
Szóval bevallom, ez az én hibám, egy kicsit mellé lőttem a fehér egyensúlyt az egyik snitnél. És most nézzük, hogy... Oké, elhúztam sárgába, tök jó. Ez csupa zöld az egész, és itt meg ilyen egy kicsit lilás a fejük. Van, egy tök jót forogtam, csak nem jó a izébe, nem jó Kelvinbe. 3, 2 is jöhetsz. Ide fordulsz, és egyből töltesz egy pont vízzel. És akkor két részletbe csináljuk meg, hogy először azt felveszik többszögből idejesz, és ledobod, és aztán a töltést is majd külön. Jó. Menj tovább mozdulatban, mint ahol abba hagyjuk, hogy össze lehessen majd kötni. Kezdjük? Akkor aha, szerintem... Fejre egyensúlyba, te hol vagy? Na most már végeztünk. Most már chill van. Ide néz. Egy másik forgatás, amiről nagyon-nagyon röviden mesélnék, az nem más, mint egy Volvo reklám, amit nem közvetlenül a Volvo-nak készítettünk, hanem egy cégen keresztül, ez kicsit bonyolultabb, most nem megyek bele, de igen, egy Volvo XC90-esről forgattunk a Pilisben. Ez jó lett. Nekem is. Ez a forgatás nagyon-nagyon jól sikerült, semmi nagyobb gond nem jött közbe, viszont erdei utakon mentünk, ha nem nagyon volt lehetőségünk kajálni. Egy érdekes dolgot figyeltem meg magamon, amikor forgatok, vagy valami alkotó munkába vagy nagyon elmélyülök. Egyszerűen kikapcsolnak a fizikai határaim, nem érzem azt, hogy éhes vagyok, nem érzem azt, hogy fáradt vagyok, semmilyen ilyen fizikai korlátot nem érzékelek. És amikor jön egy kis pihenő, jön egy kis szünet, vagy átállás, akkor hirtelen így a nyakamba ömlik minden, el kell mennem vécére, adjatok valami kaját, nagyon fáradt vagyok, pihenjünk egyet. Éhes vagy? Nem. Ja, én egész nap nem ettem amúgy, reggel itt se. Viszont eddig jó a forgatás. Most megyünk, még forgatunk, és aztán kajálunk. A film az le van szarva, az a lényeg, hogy együnk. Igen, hát ezeket gyűjtöttem volna most így össze egybe. A Volvos filmnek lerakom a linkjét így a leírásba, hogyha meg akarjátok nézni, a videoklip az még készül. Hát most megyek vissza dolgozni, úgyhogy pá. Shit, kiszálltál, tette.